Köszöntelek titeket, drága nézőim! Eljött egy újabb Hearthstone Rank 1 chassis-val epizódnak. Nézzétek el nekem, de nem fog olyan sűrűn menni ez a sorozat, mint ahogy terveztem. Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz legendari lapokat összeszedni, de elég nehéz. Pláne akkor, hogyha nem akarunk rá költeni, hanem a játékaink és a napi küldik összeszerzéséből szerzett arannyal próbáljuk kivitelezni azt, hogy meglegyen minden lapunk. De amúgy se sietek sehová. És a mai napi mérkőzésünk, hát az a 17-es szintig, vagy szintért fog zajlani. Mint látható, egy druid, és mint mindig, hát én nekem a mágus az egyik kedvencem, mert elég sokféle dolgot lehet bűvelni vele. És hát egy... ezzel az egy jószággal indít a druid. Hát igen, ezzel könnyen meg tudjuk semmisíteni, ez 3-at sebez, plusz hogyha nem öli meg, akkor megfagyasztja. Ja, sokan megjegyzik a kártyáknak a neveit, én elég lusta csávó vagyok ebből a szempontból, mert a neveket az írdatlan nehezen jegyzem meg, de ez a medve is fog kapni egy olyan fagyasztós, lövöllős kártyát. Vagy nem? Mert ott van az az arcane missile, az is elég elgondolkodtató. Ja, nézzük meg azzal, jajajaj. Hát, ha jó lesz ez is. Ó, és... nem egészen volt annyira jó, de így azért kiegészítettük mágusnak a különleges képességével. Jaj. Elég nehéz volt paklit összeállítani. Egyetlen egy legendari kártyám van. Régebben volt még egy ezen kívül, de az annyira szar volt, hogy inkább megszabadultam tőle és vettem egy ilyen commonos kártyákat belőle. Annak nagyobb hasznát vettem. Eléggé kiszolgáltatott helyzetbe lehet a fickó, hogyha kiátsza a taunktos kártyáját, hogy azt tegye taunktá. Érdekes. Mit évő legyek? Hát szerintem... érdekes, 4 mana. Azt mondja... másoljam le? Lehet le kéne másolni, ott van az 5 manás kártyám, az... az direkt az ilyen legendariknak szoktam tartogatni, általában. Mert nekem nincs legendarim, de hogyha valaki azzal jön ellenem, akkor ezzel a kártyával le tudom másolni az ő legendariát, és hogyha netántán valami más kártya is van a birtokomban, ami vagy fagyasztó, vagy birkavarázslat, vagy blablabla blablabla, akkor még az így egész hasznos szokott lenni. Hát most egyelőre megfagyasztjuk, aztán majd meglátjuk mi újságban. Nem akarom elpocsékolni a kártyát, de hát még gondolkodok rajta, hogy mit évő legyek. A ranker mód azért az elég szívós. Akár mikor szoktam feljönni, azért az egyik videóst néztem, hogy azt állította, hogy a rankerbe érdemes játszani inkább, mert sokkal kevesebb, hát csak sűrűbben találkozol olyan emberkével, aki veled egy szinten van, a nagy lótúról. Akármikor játszottam, hát ellenem is mindig 82 legendari kártyát leraktak, azt akkor éljek túl, haver, ha? Mit évő legyek? Birka varázslat, vagy nem birka varázslat? Ott van még az a 4 manás kártyám is, ez a tauntot erősíthetném. Plusz ad neki támadást is, de... lehet, ez nem lenne kifizetődő. Nehéz játék ez a Hearthstone. Meg azért tegyük hozzá, hogy az esetek... 40%-ában azért a szerencse is eléggé közre játszik, mert akármilyen jó paklit lehet, hogyha nem jó sorrendben kapod a lapokat, akkor cseszheted az egészet. Hát eljött az ideje a másolásnak, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Mi baj lehet? Na nézzük. Azt mondjam, még szerencsén, most a druid is amúgy eléggé gázlapjai lehet, meg tudja, hogy van neki az a... vagy már itt a pakliában van az a... hogy 4-et sebez a kiválasztott célszemélyre, és minden másra 1-et. Azt előszeretettel szokták használni a druidok. Igen, nem tudom a nevét, de tudjátok, miről beszélek. Na hát ez egy kicsit izgibb lesz. Le fogja ütni a tauntjaimat, és marad egy darab tauntom. És kár, hogy most nincs egy spell damage-es lap a kezemben, van azzal most jól jönne. Azt is leüti. Meg azt is leüti. Leüt mindent. Hát, hölgyeim és uraim, elég nagy slamasztikába vagyok. Jelen pillanatban.
Ó, de jó, meghagytam azt a manás kártyát, Istenem. 6 manám van, plusz kiegészítem az a manás kártyával, lerakom 5. És az Isten is megsegít, akkor most megúszom a verést. Kete! Ez az. Jó, van, szeretem az ilyet. Hú, de még mindig nem haladtunk 5-ről 6-ra, mert nekem is 30 az életerő, jó neki 28, de van rajta 2 páncél, úgyhogy kávé ott tartunk, ahol elkezdtük, és már 7 manánál járunk ez a poén az egészbe. És lerakta ezt a nyavaját. Nem szeretem az ilyen mellékes lapokat. Ah, és lerak egy pantert. Az még azért nem fogok megállítani. Ritévő legyek, és csak el kéne varázsolni azt a jószágot. Hát a birkát azt most be kell leszvetnem, úgy érzem. Ez az haver birka vagy, jó van. Oké, ez már ilyen veszélytelenebb birka. Meg, arra nyomok egy izét, és kb. Ennyi. Most 4 damage-et legalább el fogok szenvedni. De ez még mindig jobb, hogy ezek a lapok vannak így ebben a formában lent, mint... Na, kellett nekem megszólalni. Jajjaj! Jajjaj! Oké, már 5. Mindig számolgatni kell, mert nem egyszer beleszaladtam abba a hibába, hogy azt hittem, hogy jó, van, még lesz egy kevés HP-m, aztán... Hát persze, hogy jót egy olyan lap a kezébe, ami nem kellett volna, hogy ott legyen. Hát most annyit tehetek a közjó érdekében, hogy ezt a minden minionra egyes sebzőizét elnyomtam, igen. Lerakom ezt a bizipók csodapókot. Igen. Meg rásebzek arra, hogy hátalaig lesz olyan minden minionra 4-es sebzőlapom. Az elég sokszor kimentett más lamasztikával, hú, nem is tudjátok mennyiszer. De volt olyan is, hogy kellett volna, és kurvára nem volt sehol. Bocsánat, csak kezdek kicsit berekedni. Hát hiába az évek. Na, most azzal a pókkal szerintem én meg fogom támadni az egyik, igen, őt, hogy neki is 4 HP-ja legyen, így ketté osztódott a pók. Most fogom lerakni azt a 4 manás izét, így lett 2 darab downtom. Meg még lerakom ezt a 3... Hát... Mit csak elrakom, jó, csak a... Visszafelerősítettem magam, 8 HP vagy 27 HP-m van ismét. És egyelőre még mindig mondjuk úgy, hogy egálba vagyunk, bár kedves úriember lapjai azok eléggé aggasztanak. Meg annál is inkább, hogy neki van több lapja. Na, itt jött ez a Swipe. Na, ez a neve, jó van. Még szerencsére a tanúgyaim egyelőre tartják magukat. Nem gondoltam volna, hogy képes leszek ilyesmire, de... És azt mondja, most le fogja ütni a tauntokat, megmarad az a mekem. Nem volt erre számítottam. Jaj. Hűha. Itt lerakott egy tauntot, na jajjó. Hát megint lamasztikával vagyok, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Olyannyira, hogy azt sem tudom ebből, hogy fogok kimászni. Hát elnyomtam ezt az arkán misszilét, mert lehet most pont szerencsé volt kinyitva az egyik büdös nagy minionját. Lerakom őt. Neki annyi a tulajdonság, hogy a vége van a körnek, egyet sebződik a HP-ja, viszont egy egyes impet szűr ki magából. Akár így is megnevezhetjük az illető kis hölgyet, és még nem ütöm le a tauntját, mert minek. Hát, ha jó lesz ez később is, még ez a 3-2-es mekem. Jaj, mi lesz az? Jó, van, csak egy erősítő, már kezdtem megijedni. Most 4-re visszaerősítette a HP-ját, de még mindig jók vagyunk. Jaj, csak add Istenem azt a lapot, add azt a lapot, könyörű, add! 2-t raktam a pakliba, és csak 1-et használtam még föl, és 10 HP-m van, úristen. Hogy fogom így ezt megnyerni? Hát nem egészen az, amit akartam, de jó. Úgyis 10 manám van. Hát ez sem az, amit akar. Köszönöm, uram. Hű szolgált lesznek ezután. Na, elintéztük a minionjait, neki már csak egy lapja van, úgyhogy náluk van az előny. Ami viszont az nagyon rossz hír számunkra, hogy egyelőre csak 10 HP-nk van, és eléggé kiszolgáltatottak vagyunk az elemeknek.
Mondom ezt mindannak fényében, hogy hát ha egy jó varázslap van a kezébe, akkor még ez bajba is kerülhetek, ám. De még jó, hogy itt ez a bagoly, mert szerintem én aztán meg ezt szépen le fogom ezzel így állítani. Mert ennek a Mac-nek az a tulajdonság, amit lerakott ellenem, hogyha meghal, akkor lesz belőle még egy meg. És már csak 9 HP. De neki még 27. Nem lesz egyszerű. Lerakjuk a sárkányt. Jó lesz a plusz feldemis. Már csak egy varázslap kéne, amire használhatom. Ez megjött. De még nem használom fel, mert úgyis lesz valami nagyobb dögje, és most azzal a kártyával 5-öt tudok majd sebezni, íme. És most szerintem most jött, hogy a Mac kell harcoljon, és hát ott hagyja a fogát majd. Igen. Még ez hülyeség volt részemről, nem? De. Már inkább az impeket áldozunk fel. Igen, lát még impünk, még bírja a csajszi szuflávul, úgyhogy szüli őket nekünk minden körbe. Na most az a kérdés, hogy mit fog lerakni a kedves úriember. Vagy nem annyira kedves. Hát egyelőre a dolgok úgy állnak, hogy nekem van szerencsém, de hát ki tudja. Az általában máskor ilyenkor már feladják. Hát, sztárfál. Kettő sebez mindenre, jó. Rohagy meg. És mit fog vajon ütni, mit fog ütni? Félti szerintem a HP-ját, azt engem gyepál. Ez hiba volt. Most 5-7-et. Azaz, hogy szépen lefaragtuk. És még kirakjuk őt, bár mondjuk őt az izékre tartogattam a szekret lapokra, de nem hiszem, hogy van neki. Vagy lehet, hogy van, de szerencsére nem rakta le. Na, haver. Mi lesz ez? Na, egy dom. De pont 5-öt tudok sebezni, de király vagyok, és 8-ot tudok ráverni. Még legalább 2 kör. Na jó, eljött az ideje, hogy pusztulja. Na, itt az egyetlen legendari lapom. Igen, sokat küzdöttem érte. Egy hét kitartó munkája volt, amíg összeszedtem 700 aranyat. Megszállna. Megszállna, vagy mi a neve. Na is van 4 HP-ja. Most már csak megnyerem. Meg kéne. Na haver, mit lép el? Izmos pacsírt a druidom. Egy taunt. Hát, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Hearthstone Ranked Chassis-val legújabb epizódját. Mint látható, hát a legendarival le fogom ütni azt a nyomorúságot, aztán még simán tudok ráverni 4-et, sőt duplá annyit, mint 4-et. És hát megköszönjük a játékot, és hát fel is adta az úriember a harcot. És hát íme a jól megérdemelt level 17-es szint, haha. Isten, csak menjen minden tovább, így hát legyenek lapjaim. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, viszlát!